Kedves hölgyeim és uraim, trónokharca kedvelő testvéreim! A mai videóban egy kicsikét mélyebbre megyünk a trónokharcával a kapcsolatban, és megnézzük az olyan nagyon szeretett csatát, a kedvenc csata Megnézzük, hogy hogyan kell okosan használnunk a házkártyáinkat. Meg kellene néznünk, hogy vajon a trónokharcában mennyire befolyásolja a játékmenetét az, hogy milyen pozícióban játszunk, mik a különböző lehetőségeink. És természetesen azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni hadseregünkből és katonáinkból, és az adott helyzetből, amivel éppen szembesülni vagyunk kénytelenek. Mivel a trónokharca változó világában igazából az alkalmazkodás és a helyzetkiasználása a legfontosabb, ezért egy kicsit ebben mélyedünk el a mai este folyamán. Most a fiaim alszanak és ez lehetőséget ad arra, hogy egy kicsikét ramazurizzak ki lent. Szóval a kedvenc étkező asztalon megterítettük a trónok harcát, és a mai napon három házat hívunk segítségül. A Baratheon házat, a Lannister házat és az Arryn házat. Azért ezt a három házat választottam, mert ezeknek a legkönnyebb a kipakolása, a jelen esetben ezek voltak a leghamarabb kézenfekvő helyzetben, és a legjobb az egészben, hogy ezek jobban látszanak, hogyha ezeknek a, a jelzőit fogom kirakni. A három szín nagyon jól elkülönül egymástól, és talán, ha a fényviszonyok is megengedik, talán látható és jól értelmezhető videót fogunk kapni. Szóval akkor talán kezdjük azt, hogy vajon milyen esetben érdemes egyáltalán harcot kezdeményeznünk. Általánosságban elmondható szabály hogyha belekezdünk egy hadjáratba, az bizony bírni is kell. Mert nem egyedül háborúzunk, valószínűleg lesz egy ellenfelünk, aki szeretne méltóképpen fogadni bennünket, és lehetleg vágyainkat az uralomra kicsit visszábbetni. Hogy mikor érdemes háborúznunk? Első körben akkor, amikor megvan mindenünk, ami szükséges ahhoz, hogy tudjunk háborút vívni. Vagyis hadianyag nélkül nincs értelme a háborúnak hadi anyagnak természetesen a katonáinkat tekintjük. Van-e olyan körülmény, ami a mi a játszik? Például rendelkezünk hírvívő hollóval? Vagyis sok csillagos parancsot adhatunk ki? Tehát gazdagabb, ehm, gazdagabb a parancskiadási lehetőségünk? Rendelkezünk a Valéria Ecelkart kegyelmi ajándékával? Az azt jelenti, hogy a csatában egy kicsit izmosabbak leszünk? Vagy netán milyen kavastrón? És esetleg mi hamarabb kezdhetünk háborúba, mint mondjuk az ellenfelünk? Vagy éppen adott esetben hátul vagyunk, és az utolsó mozdulataink fogják zárni az adott fordulót, vagyis utánunk már senki nem tud, nem tud ellentámadásba kezdeni, ha mi már megtettük, amit kell. Szóval ezeket a dolgokat mérlegelve igazából azt mondhatjuk, hogy általában érdemes ott lecsapni, ahol az ellenfelünk gyenge. Érdemes ott lecsapni, ahol az ellenfél nem készül ránk. Érdemes akkor lecsapni, amikor erre alkalmas az idő. Rengeteg dolog lehet, ami alkalmassá teheti az időt. Például olyan eseménykártya jön föl, hogy mondjuk nem lehet védekezni. Így azok, akik nagyon szeretnek nagyon betonbiztos védelmet kiépíteni, sajnos gyengébbek lesznek. És ez nekünk, ha támadó fél vagyunk, és mi akarunk harcot kezdeni, ez bizony a mi előnyünkre szolgál. Ó, feljött a hazugságok hálója, nem lehet kiadni támogatás parancsot? Hát akkor bizony támogatás nélkül kell megvívni az ütközetet, és az bizony nagyon kemény tud lenni. Vagy esetleg korlátozva vannak a a menetelés parancsok kiadási lehetősége. Én nem lehet plusz egyes csillagos parancsot kiadni menetelésre? Jaj, de jó, hát mi van akkor, ha neked amúgy se lenne lehetőséged ilyen parancsot kiadni? Sokkal könnyebb helyzetben vagy, és megérzem, ha kevesebb menetelés parancsot adnak ki, kevesebb esély van, hogy mi is támadást kapunk. Ebben az esetben ezeket érdemes kihasználni. Ami a támadó felet illeti, fel kell készülni, hogy nem minden csatánk lesz sikeres ahogy arra is fel kell készülni, hogy amit megszerzünk, azt meg is kell tudni utána tartani. Általában megszerezni a könnyebb, a megtartani a nehezebb. Azért, mert ha megszerzed, egyszer mozgósítottad az erőket, és azok ott maradnak a területen. Viszont a problémát az jelent, hogy amit megszereztünk, azt utána illik támogatással biztosítani, hogy egy kicsit nehezebb legyen azt visszaszerezni. Ha viszont támogatást igénylünk, akkor ott bizony hadianyagot is kell használnunk. Ez azt jelenti, hogy ahol egyik helyen több katonánk van, máshol gyengébbek leszünk. Valahol egyszerre kell megtanulnunk jól megosztani az erőinket, a katonákat a megfelelő helyen állomásoztatni, és természetesen megfelelő alkalommal mozgósítani is a seregünket. Ezek egyáltalán nem könnyen megtanulható dolgok. Ráadásul igencsak véges a hadianyagunk, tehát nem tudunk akár mekkora hódításba kezdeni. Erre nagyon-nagyon jó kisegítési lehetőséget biztosítanak az úgynevezett zsoldos katonák felbérelési lehetőségei, amiket a különleges vasbankos kiegészítő lehetővé tesz, ami azt jelenti, hogy akár a normál egységlimitünket meg is haladhatjuk. Ez mondjuk egy Greyjoy hat hajós taktikánál, plusz három hajóval, ha felbéreljük a martalócokat, roppan hatalmas erőt jelent. Ostromolni akarunk, és egy ostrom bérelünk? Próbálj már meg három ostromgéppel harcolni. Hát nyilván könnyebben föltöri a védelmet, csak utána az a probléma, hogy ha utána még jön egy visszatámadás, akkor az ostromgépek nem igazán érnek semmit. Ez azt jelenti, hogy akkor kell lecsapni az ostromgéppel, amikor már az ellenfél nem tud rá reagálni. Természetesen itt az sem mindegy, hogy ki mikor jön az úgynevezett vastrón soron. Minél hátrébb vagy, annál később kezdheted meg a hadműveletedet, de minél hátrébb vagy, annál kevésbé valószínű, hogy utánad még valaki vissza tud támadni. Esetleg nagyon jó helyen vagy a hűbéresek soron, vagyis a kart soron? Nagyon jó, hát inkább előrébb legyél, mint hátrébb. És nem már szemmel tartanod, hogy aki az ellenfeled, ő vajon mögötted van-e ebben a sorban, vagy előtted. Az sem mindegy, hogy ki hány csillagos parancsot tud kiadni, mert aki több csillagos parancsal rendelkezik, az valószínűleg erősebb parancsokat is ki tud adni, és olykor-olykor egy plusz egyes vagy egy mínusz egyes parancs hatalmas csatákat eldöntő eseményé válhat. Szóval a legjobb az egészben az, hogy ha nem bízod a dolgokat a véletlenre. És természetesen, mivel minden csatában házkártyát is kell használni, hadvezért is választunk, ezért az sem mindegy, hogy kit mikor dobsz be a, a, a hús ugyanis könnyen meg lehet, hogy valaki a háttérben figyeli, hogy te éppen mit játszottál ki. Tegyük föl, hogy te Északura akarsz lenni, és el kéne venni a területet a Starktól. Te te jól vagy, és igazán nem lenne jó, ha most megsemmisülne a hajód. Csak hát, ha az illető Arya Starkot választaná ellened, nem sok esélyed lenne. De esetleg a Stark egy másik csatába bonyolódik, és Arya ott használja el, ekkor ez a koponyás vesztesség már megszűnik. Tegyük fel, hogy szerencsétlennek neked is kénytelen volt használnia. Még jobb, nincs meg a négyese, nincs meg a koponyás embere. Nagyon jó, Közelebb jutottunk éjszak feltöréséhez, és persze itt reménykedjünk, hogy minél később kapja vissza a pakliát, mert akkor Ariát újra fel fogja használni ellenünk. Ez csak egy lehetséges példa. Nos, talán kezdjünk is csata jelentet. Vegyük a legegyszerűbb dolgot, amikor két hadsereg egymásnak ront. Legegyszerűbb esemény, a Greyjoy helyettesítő sárga katonák és a leniszterek háborúba kezdenek. Valószínűleg a csata nem, az aranyaből lesz. A Lenniszter védekezési parancsot rakott ki. Ő pedig, a támadó fél pedig menetelést. Mi történik? Nézzük meg, mi történik a játékpályán. Semmi rendkívüli, más parancsunk nincs. Nullával megérkezik. Ez azt jelenti, hogy ő egy erővel érkezett, ő pedig egy erős, plusz a védekezés miatt kettő. Igen, a védekező fél gyakran előnyben van, de hát ez általában az ostromnál így van. Általában a védekező fél felkészül a fogadására a támadónak. Ekkor ugye a Lannister egy erővel erősebb. Ellen esetben a nevező Greyjoynak, ő egyerős. A Lannister kettő. Mi történik? Mind a kettő húz egy csatahullámzás csata a kártyát, de előtte kiátszik egy hadvezért. És itt már jön a taktikai elem a játékban, melyiket választom a hét emberem közül. A Greyjoy rögtön szembe kerül a problémával, hogy egy egyel gyengébb. Tegyük föl, hogy nála van a Valíria acélkart, és ezt használni is fogja. Az azt jelenti, hogy ha hozzáad egy erőt, mert hogy a Valíria célkarddal plusz egy erőre tehetünk szert, vagy duplát húzunk a csata és a jobbat, amelyik nekünk, bocsánat, amelyik, amelyik ha nem jött be az első úzásunk, a másodikkal még segíthetünk rajta. De mindenképpen el kell fogadni a második úzás eredményét. Tehát nem a jobbat kapjuk meg, hanem vagy az elsőt tartjuk meg, vagy a másodikat. Szóval ez a két lehetőségünk van. De a helyzet az, hogy egyen jelenleg gyengébbek vagyunk. Gondolja ezt a támadó. Hát akkor minek támadtál, amikor úgy is tudod, hogy gyengébb vagy? Nézzük a védőfél gondolkodását. Egyel erősebbek vagyunk. A támadó hátrányban van, de be tudja vetni ellenünk a célkardot? Mit csináljunk? Próbáljunk biztosan menni, és adjunk meg egy erősebb házkártyát? Próbáljunk meg egy közepesen erőset? Na és mi történik, ha elveszítjük a csatát? Ha a Leniszter veszít, és innen el kell mennie, akkor a Greyjoy azonnal irányítása alá vette az öblöt. Ha az öböl az ő uralma alatt van, csak a következő körben kiebb kell húzni egy hajót, és innen katonát tud ennek a hajónak, meg ennek a hajónak a segítségével a teljes partvidékre szállítani. Az egyetlen megoldás, hogy az itt lévő hajónkkal megpróbálunk ellentámadásba kezdeni. Hát aztán vagy sikerül, vagy nem. Mert könnyen meg lehet, hogy ő ide támogatást fog tenni. És akkor bizony benne vagyunk a slamasztikában. Ez arra ösztönözheti esetleg a greyjoy hogy mindenképpen nyerje meg a csatát, hogy ezt megcsinálhassa. A Lenisztert is arra ösztönözhet, hogy erősebb házkártyát vessen be, mert hát a sikerül a csata kimenetelét ugye megtartani, és ebben az esetben a támadó elbukik. Ha a támadó elbukik, egyszerűen vissza kell menni. De ha szerencsénk van, és el tudjuk sülyeszteni a hajóját, akkor a Greyjoy lényegében legyengül. És mi ott maradunk, hogy nekünk két hajónk van, neki egy. Jön egy toborzás, és mi továbbra is előnyben leszünk a greyjoy szemben. És talán megpróbálhatjuk a következő körben mi elfoglalni az ő területét. Nos, ez is egy létezhető megoldási lehetőség. A probléma tehát ott van, hogy házkártyát kell választani. A Greyjoy ugyan gyengébb egyen, de ha hozzáadja a Valiria célkardot, akkor ki tudja egyenlíteni az esélyeket. És a döntetlen annak kedvez, aki a kart során, a kart soron közelebb van a vezető pozícióhoz. És a probléma az, hogy neked kell eldönteni, hogy ebből a hét hadvezérből, ami neked van, amely neked adatot, vajon mi az, aminek a hasznát veszed. Emlékeztetőként érdemes tudni, hogy melyik háznak mi az erőssége. A greyjoy a legerősebb házkártyái vannak. A Lannisternek pedig akkor a legerősebbek a kártyái, amikor nagy tömegű hadserege van, amikor nagyobb hadserege van. De vizen egy az egy ellen, jó kérdés, hogy megéri az erősebbet bevetni. Ha az elején elbukja valaki, melyik fél a csatát, ez nagyon komoly következményekkel járhat de többek között azzal is, hogy kénytelen lesz a két, két ház folyamatosan rivalizálni. Ha az egyik megszerzi az egyik területet, azonnal jön utána a másik is. Vagy arra kell számítani, hogy azonnal megpróbálja visszaszerezni. Nos, ebben az esetben, ha mondjuk a greyjoy azt mondja, hogy ő szeretne egy erősebb házkártyát venni, számíthat rá, hogy a leniszter is hasonlóan fog gondolkozni. Nehéz elképzelni, hogy a leniszter hagyni akarja kicsúszni az aranyöblöt a kezéből. Erre a megoldásra a ott van Bélon Greyjoy. Lenullázza az ellenfelet, vagyis az ér nullát, ő pedig kettőt kapott. Ez azt jelenti, hogy a mínusz egyes hátrányából rögtön plusz egyet csinált. Hozzáadja a valériai célkardot, és már plusz kettővel a Greyjoy vezet. És elpazarolt egy házkártyát a Lannister. Ráadásul egy jobbat, mert feltételezzük, hogy erősebbet dob be. De ha fel, pontosan erre számít a Lannister, akkor dönthet úgy, hogy bedob egy nagyon rossz házkártyát. Mondjuk a nullásat. Azt aztán nullázhatja. Igaz, hogy a Greyjoy veszít egy hatalomjelzőt, de akkor is az ő kezére kerül az öböl, az aranyöböl. És onnantól kezdve jó kérdés, hogy hogyan tovább. Tehát a Lannister bajban van. Amennyiben szerepcsere van, És a Greyjoy az, amelyik jóval kevésbé aktív. És a Lannister próbálkozik a támadással. Abban az esetben is megpróbálhatja ugyanezt, de akkor Bélon Greyjoy nem a, fosztó, nem a támadó haderővel fog, fog, nagyot alkotni, hanem a védekezéssel kényszerített állapotban kell használnia. Vagyis ez azt jelenti, hogy arra használod, hogy a saját területedet véd és nem tudja az offenzív stratégiáját kihasználni. Ezzel alatt a Lannister gondolkozhat, hogy vajon hogyan tovább. Bevessem Szergregort három karda, az csak megteszi? Vagy csak egy Jamie Lannistert küldje kettő erővel? Úgy is a Bélon Greyjoy, de a kard azért megvan. Na no, szóval egyáltalán nem könnyű eldönteni. A Greyjoynak annyi előnye van, hogy ha akarja, bedobja Hinerhajú Iront. Ez esetben két hatalom jelzője cserébe egy általa választott másik hadvezért küldhet a csatába. Vagyis láthatja, hogy mit játszott ki az ellenfele. Hát így aztán könnyebb azért a történet, nem igaz? De amennyiben tegyük föl, hogy még ezelőtt a csata előtt a Lannister szerzi meg a Valiria Ecelkardot, akkor a Greyjoy aztán kapaszkodhat, mert ha a tengeren a Lannister az erősebb, nem biztos, hogy könnyen fogja hozni ezt a csatát. Ez természetesen csak az egyszerűbb csaták közé tartozott. És persze egyáltalán nem mindegy eldönteni, hogy vajon mit és hogyan csináljunk. Nos, ez egy nagyon egyszerű csata. De nézzünk egy kicsit bonyolultabb esetet. Teljesen mindegy, hogy szárazföldi csatáról vagy vízi csatáról beszélünk, a problémával szembesülhetünk a következő helyzetben. A Greyjoy is vízi csatát akar kezdeményezni, hát valószínűleg valahova menni akar, és a Leniszter is. Mindenki menetelni akar. Na, ekkor mi a probléma? Nagyon fontos tudnunk azt, hogy ha a hajóval kihajózunk a kikötőből, de ezt a vizet, ezt a tengeri területet mi irányítjuk, ekkor rögtön át lehet menni a rákövetkező mezőre. És ezzel rögtön meg lehet támadni ezt. Azt is tudhatjuk, hogy ha valaki menetelésparancsot adott ki, de közben kap egy támadást, és vissza kell vonulnia, mondjuk ebben az esetben innen úszik be ide, és kénytelen megfutamodni a csatából, kénytelen visszavonulni, akkor már nem fog tudni menetelni. Ebben az esetben ez a Leniszternek azt jelenteni, hogy elveszíti a parancs, parancs végrehajtásának lehetőségét. Nos, ebben az esetben ugye nem mindegy az sem, hogy ki az, aki először menetel, ki az, aki másodiknak menetel. Ha a Greyjoy átúszik a vasemberöbölből, az aranyöbölbe, és vereséget szenved, és vissza kell oda mennie, és mondjuk életben is maradnak az emberei, ez az emberke már nem tud segíteni a harcban, de ő se kaphat segítséget, mert ő is csak menetelni tud. Viszont ebben az esetben a Lannister két alkalommal is megpróbálhatja visszatámadni a Greyjoyt. Lehet, hogy az egyik kísérlete sikerrel jár. Ekkor jön a képbe az úgynevezett támogatás kérdése. Itt állomásozik egy arhinhajó. A nagy kérdés az, hogy kíván-e beleszólni a csatába. És ha igen, azt hogyan teszi. Mert amikor a támadás megkezdődik, akkor meg kell számolni, hogy ki milyen erős. Ebben az esetben a Greyjoy egy erős, a Lannister 2 a plusz egyes menetelése miatt már két erős a hajója, és ekkor segítséget lehet kérni a csodálatos harmadik féltől. Ha az illető úgy gondolja, hogy nem támogat senkit, akkor tiszta harc van a két rivális között. Ha mondjuk besegít, mondjuk a Lannisternek, akkor már három az egy ellen kell megküzdeni a Greyjoynak. Nagyon érdekes, hogy hogyan tovább. De nyilván tudjuk, hogy a Leniszter hajónak vissza kell mennie a kikötőbe, ha a támadás nem sikerül. Ha a Greyjoy megy vissza, akkor legfeljebb a kikötőbe tud visszavonulni. Amennyiben ez megteszi, a Greyjoy már csak a saját öböl, öböl területére tud kimerészkedni, hogy megpróbálja előzni a Lenisztert. Természetesen akkor már a parancsértelme ugye elveszi, tehát a Leniszter hajó már nem megy sehova, viszont Kettő egy ellen fog harcolni. Ha megint kap segítséget, még mindig kihozhatja a regiszter kettő-kettőre. De lehetséges, hogy az Arén olyan körben font lesz, hogy először az egyiket támogatja, utána a másikat. És azt remélő, hogy szépen mind a két hajó megsemmisül. Mert akkor a következő körben ő is tud támadást indítani, és könnyebb dolga lesz. Szóval természetesen ez, mint láthatjátok, egyáltalán nem könnyű dolog. Teljesen mindegy, hogy szárazföldön zajlik a csata, vagy tengeren, ez egyaránt így működik. Szóval nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mikor ugrunk bele egy csatába, kik vannak körülöttünk, és ki mit tervez. Szóval itt nagyon-nagyon durva lesz a dolog, mert ha itt szépen egymás után lezajlanak a csaták, akkor utána letisztulnak az erővonalak. Tegyük föl, hogy a Lannister a játék kezdetén hamarabb menetel a greyjoy és ő megpróbálja ezt a hadicselt meglépni. Előtte esetleg még meg is beszélte az Arinnal, hogy esetleg támogatni tudná. Tegyük föl, hogy sikerrel is járt. És a három az egy ellen végül úgy lesz, hogy mondjuk felhasználja az egyesét, mondjuk a Tyrion lannister mondjuk megkapta a támogatást is, a Greyjoy nem tudja felhasználni a saját Bélong greyjoy amivel helyette inkább eldob egy kártyát, és mondjuk választ, helyette mondjuk, a, mondjuk jel a Greyjoy-t. És ebben az esetben döntetlen van. Akkor mondjuk visszaveri a támadást. Ebben az esetben lehetséges, hogy a Greyjoy nagy erőnyet eszert. Amennyiben a csata végkimenetele az lesz, hogy a Lannister megszerzi a helyet, a Greyjoy visszavonul. Tegyük föl, hogy az ellentámadást a Greyjoy meg fogja tenni, hogy a saját területét védje. Tegyük fel, hogy megteszi. Lehet, hogy az Arin megint támogatást nyújt. Lehet, hogy ezúttal a greyjoy fogja támogatni. Ha ezt teszi, nyilván hátba támadja a korábbi zövetségesét. Ezt nem lehet előre tudni. A vége az, hogy lehetséges az is, hogy mindenki koponyát húz, ezért szépen minden hajó itten elpusztul. Létezhet az a megoldás is. Amennyiben ez megtörténik, az Arin nevető harmadikként, végig ezt a tengerparti pusztítást. Szóval ezeket nagyon nehéz megfelelő módon értelmezni, de ami segíthet és támpontot adhat nekünk, az az, hogy ki ellen küzdünk, és hogy kik vagyunk mi. Mi vagyunk a vízbe fúlt Isten kegy, kegyeltyei? Ez azt jelenti, hogy valószínűleg a tengeri csatákban nagy előnyökre tehetünk szert. Például Bélon Greyjoy duplázza a csatában résztvevő és a támogató hajók erejét is. Ez azt jelenti, hogy a, a Greyjoy t igazán nehéz tengeren elkapni. Ha viszont nagyobb tömegű csata van, tehát nagyobb haj, hajóhad van, és nincs meg a Bélon Greyjoy a Greyjoy-nak, a Lannister valószínűleg be fogja dobni előbb-utóbb szegregort a három karddal, és a sikerrel jár, a teljes Greyjoy sereget el tudja sülyezteni, akár három hajót is. Technikailag akár négyet is el tudna sülyezteni, de hát ez igen valószínűtlen, hogy ez összejöhet. De a lényeg a lényegben az, hogy nagyon-nagyon nagy csaták lehetnek kilátásban. És mi bonyolította meg a képletet? Ez a hajó. Mert nem tudhatja azt a Lannister, hogy vajon mennyi ideig fog kitartani a hűsége ennek. Mert ha mondjuk Arrén résztől itt is van egy hajó, és itt mondjuk két hajó, és itt is van egy hajó, és a következő, menet, a következő körben ide is kap egy menetelést, meg ide is, és az egész hajó hat följebb kúszik, mindegyiket följebb hozza, könnyen lehet, hogy a végén mindenki elveszíti a maga vízi területét, mert a végén az Arréné lesz. Szóval ez egyáltalán nem könnyű így. Természetesen szerencsé, hogy egy meneteléssel egyszerre csak egy csata kezdeményezhető, tehát ha mondjuk itt kettő darab hajó lenne, akkor nem tudja megcsinálni, hogy egyrészt kihajózik ide, másrészt áthajózik oda, és mind a két helyen csatát vív. Ez lehetetlen technikailag nem megoldható, bár a negyedik paklitban van egy olyan, van egy olyan felhatalmazás, amikor ezt meg lehet tenni. Nos, mint láttátok, a csatánál így működik. Fölhozok még egy, még egy témát, ahol három hadsereget fogsz látni, amint egymásnak rontanak. Jó, nézzünk egy szatápot. egy teljes fel. Először elemezzük, hogy mit látunk a képen. Egészen pontosan három hadsereg fog hamarosan egymásnak esni. Bocsánat, őt azért megigazítjuk. Három hadsereg fog egymásnak esni, és ami azt illeti, valószínűleg pusztító csata lesz. Jó, na nézzük akkor a Szetápot. Nézzük Leniszter részről, Mi történik? Három darab menetelés parancsot adott ki. Hátulról támogatja a saját embereit. De amint a Leniszter behatol az ellenség területére, ott már nincsen segítsége. Nézzük az eseményeket a Baratheon oldaláról. Neki csak két menetelés parancsa van megadva. Az azt jelenti, hogy a két menetelés parancsot tudja végrehajtani, és utána ő kész kifújt. Viszont királyvár igen csak helyen van, ugyanakkor lehetséges, hogy tud segítséget is igénybe venni. Ki tudja a saját katonái támogatását élvezve. Nézzük az arint. Elhagyta sasfészket és kiterjeszkedett. Az északi tenger felől, milyen érdekes, hogy ez a tenger pontosan eléri, ide, vagyis ő még itt tovább tud menni, és akár meg is küzdhet ezzel a hajóval, ami itt állomásozik. Tudjuk, hogy a part mentén támogatásra rendezkedett be két hajó, ami védi ezt az ostromkörönítményt, és még innen is van egy védekezése. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak. Nézzük meg, hogy ki jön, ki jön, ki jön melyik, nem tudok beszélni, az állás szerint a Lannister fog először menetelni, utána az Arin, és utána a Baratheon. Az azt jelenti, hogy a Leniszter oldaláról nézve a dolgot, el kell döntse, hogy merre kezd el háborúzni. Neki kell először mennie. Nagyon nem mindegy, hogy ki az első, aki mozoghat, mert ha az első mozla, hadmozlata nem sikerül valami túl jól, vagy rosszul kezdi el a hadműveletet, nagyon könnyen ráfizethet nem csak, hogy a seregét felmorzsolja, a házkártyája egy része mindenképpen lehetséges, hogy ugye csatába bonyolódnak, és lehetséges, hogy meg is fog gyengülni. De elképzelhet, hogy ha nagyon ügyes, akkor jó szerencsével akár, akár nagyot is szakíthat. Nézzük meg, hogy a Barateon esetében, ugye mik a lehetőségei. Egyértelmű, hogy mivel ő az utolsó közlekedő, ő egyszerűen kivárja, hogy mi történik, és mint látható ellentámadásra rendezkedett be. Vagyis számított arra, hogy esetleg a hajó támadást fog indítani. Ez esetben itt elvesz, elveszítheti a plusz egyes támogatását, akkor itt a királyvár védelme kicsit gyengébb lesz. De hogy ezt megelőzze, megpróbálhat ő is valamit kezdeni, vagy legalább visszafoglalni az elveszített területet. Ami az Arént illeti, Valószínűleg az a szándéka, hogy ezt a védekezés parancsot megtörje, és utána az ostromkörnyítmény könnyebben tudjon bevonulni királyvárba. A problémát az jelent, hogy a szomszédban leniszterek állomásoznak, és itt döntenie kell, hogy mit csinál. Az első, aki a menetelést megcsinálja, a leniszter. Ha a leniszter szépen belemegy a lecsóba, biztos, hogy a katonáit előbb-utóbb a biztos halába küldi. Azért gondolom ezt, mert tételezzük fel, hogy a legjobb indulattal nézve is, ha őket dobná be ide, mínusz egyes meltedéssel, 3-ból 1-2. A védelem jelenleg 3, meg 2-5, meg 2-7. Hét. hét védelem van, bocsát, 8-9, 9 erős királyvár. Ezzel soha be nem veszi. Mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy inkább hagyja, hogy ők támadják meg királyvárat? Ez a hármas különítmény. Ez kettő, négy, öt, meg egy, ez hat. Hatnak a kilenc ellen még mindig nem sok esélye van. De ha úgy taktikázik, hogy esetleg az arén mégis először a vizet töri meg, abban az esetben neki könnyebb dolga lesz, mert azonnal a kettővel gyengébb lesz királyvár védelme. Mik a a leniszternek? dönthet úgy esetleg, hogy az arind fogja megtámadni, hát ha szerencsével jár, és esetleg megpróbálkozhat azzal, hogy mondjuk ugye a évet megtámadja. Ugyan nem tud támogatást adni erre a területre, de azt megtehet, hogy a gyalogossával, bocsánat, a gyalogossával kitámad az arindra. Ha semlegesíteni tudja ezt a parancsot, mert mondjuk elbukja a csatát az arind, az azt jelenteni, hogy ebben az esetben ez az ostromkülönítmény már egyel biztosan gyengébb lesz. Lehetséges, hogy megír, és egy házkártyát is kénten lesz elégetni az arén. Lehetséges, hogy ez működőképes ötlet. De gondolkozhat úgy is, hogy egy kivár, és megnézi, hogy hogy lesz. Ha ő számít támadásra, mert nem biztos, hogy az arén megtámadja ezt a nagyon erős területet. Persze, kettő, meg négy az hat, meg egy az hét, meg egy az nyolc. 8 a 9 ellen. Ha tegyük föl, hogy ezt először megcsinálja, hogy leszedjen kettő védelmet, abban az esetben Királyvár már csak 7 erős. Ő 8. Ebben az esetben számíthat rá, hogy nyer. Bár természetesen azt is kénytelen figyelembe venni, hogy a csodálatos Barateon hátrébb van az Arinhoz képest. Ez azt jelenti, hogy ez valószínűleg a szorult helyzetében alkalmat fog adni a baratáonnak, hogy bevesse ezt a aki négy helyet ötös rejű lesz. Természetesen gondolkozhat úgy a, a, akár az ostromló fél, az Arin, hogy oké, okay, rendben van, hogy ő majd azt fogja bevetni, semmi probléma. Tegyük fel, hogy ez nekem nem probléma, mert mondjuk úgy döntök, hogy jó, semmi gond, én pedig mondjuk bevetem, a saját négyesemet. Aztán majd lesz, ami lesz. De persze gondolkozhat azon is, hogy esetleg egy olyan trükkös kártyát fed be, ami esetleg hosszú távon megnehezíti az ellenfele dolgát. Persze, dönthetne akár úgy is az Arin, hogy először elfoglalja a vízi területet, ha itt Arin hajó lesz, akkor a sereg nem királyvárat támadja meg, hanem akár oda is többet támadhat, és akkor körbe tudja venni. Persze számítania kell ellentámadása, főleg innen, de hát ez már a jövő zenéje. Viszont váratlan húzás. Ez alatt a Leniszter meg ugye meg kéne próbálja megtippelni, hogy mi várható ebben a csatában. Hát, ha ez az én meccsem lenne, és mondjuk tudom, hogy ki az ellenfelem, aki mondjuk olyan illető, hogy esetleg nagyon nem szeret kockáztatni, és sokkal inkább a biztossá megy, az azt feltételezi, hogy be fogja dobni az erősebb hadvezérét. De ha tudom, hogy nagyon körmönfontan gondolkozik az illető, még akár elképzelhető, hogy nem is királyvára fog menni, hanem mondjuk hasatrévre, Ö, bocsánat, hasatrévből indul Herenhol ellen. És még támogatása is van. Hiába van nekem is támogatásom, de így gyenge vagyok. És akkor mi hogyan is állna a maták? ő először betámadna ide, kapna támogatást, én is kapnék támogatást, na és akkor utána hogyan tovább? Ekkor az itt lévő seregem egy részét biztos, hogy úgy kéne variálnom, hogy a végén erre fele menjen. Ha esetleg ezt figyelembe vesszük, Barataon részre, ez nagyon jó lenne, mert itt a menetelés parancsok a érvényüket vesztenék az én nézőpontomból nézve, ha én a Barateon lennék. És akkor már csak az Arinnal kéne valamit kezdenem. Szóval nem mindegy, hogy ki az első lép, ki végzi az első lépést. Tegyük föl, hogy azt mondjam, mondjuk nézzük meg, hogy ez a sereg milyen erős. Kettő, meg egy az három, meg egy az négy, öt, hat erős. Azért nem számoltam az ostromgépet, mert az ostromgép csak a vár elleni csatában, a támadásban fejt ki erőt. Tehát hat erős seregről beszélünk. Dönthette úgy a Leniszter, hogy mondjuk ő királyvárat szeretné megtámadni. csinálhatja -e azt, hogy fogja magát, és szétosztja a seregét. Ha lehet neki nagy utánpótlása, akár azt is megtelt, hogy teljesen kivonul onnan, és esetleg így rendezkedik betámadásra. De, de megteheti azt is, hogy mondjuk úgy dönt, hogy ő inkább a védelmet erősíti, és erre a területre várja a támadást, megteheti-e azt, hogy ide küld egy lovagot, és ezzel rögtön az egyes támogatás, meg a plusz egyes parancs miatt már rögtön négy erőssé válik. Persze még így is sokkal erősebb az ellenfél. De azt nem fogja megtenni, ha ügyesen gondolkozik, mert azt mondja, hogy először megvárja, hogy betűjön a támadás, ekkor ő elküldi az emberkéjét oda, hogy segítséget nyújtson, és csak utána küldi át oda. Így akkor csak egy ember életét teszi kockára. Ebben az esetben lehet, hogy a Leniszter úgy gondolja, hogy oké, legyünk bevállalósak, próbáljuk meg elfoglalni az ellenséget. Lehet, hogy ezzel elbukjuk ezt a várat, de könnyen meg lehet, hogy innen majd rácsoportosítom az erőket. Könnyen meg lehet, hogy a Leniszter rá fog jönni arra, hogy még ha ide vezérel egy lovagot, még akkor is annyira gyenge, hogy nem fogja tudni bevenni királyvárat. Ezért próbáljuk azt, hogy a Leniszter egy kicsit taktikázzon. Döntsünk. Mivel itt egy plusz egyes menetelés van, nyilván ebben van nagy erő. De ezt a nagy erőt királyvár ellen nem tudja kihasználni, és neki kell először menetelnie. Nos, hát nem egyszerű, igaz? A mi esetünkben döntsön most úgy a Leniszter, ne vegyük figyelembe, hogy most mennyire profi játékosról beszélünk, próbálja a Leniszter átcsoportosítani a seregét. De gondolkozzon először úgy, hogy ő először kiiktatja, amennyire lehet, a közvetlen riválisát. Megteheti? Meg, Meg hát. Átmennek. Lezajlik a csata. Tegyük föl, hogy a Leniszter sikerrel járt. Az kintelen kénytelen visszavonulni, és a támogatás parancsa elveszett. A Leniszter megvolt. Nézzük, mit lép az Arin. Van egy gazdátlanul hagyott várunk. Van egy gazdátlan várunk. Ez arra csábíthatná az Arint, hogy a könnyű zsákmányra menjen. De az Arin gondolkozhat egyet, és dönthet úgy, hogy egyelőre nem hajtja végre azt a parancsot, mert várakozik, hogy mi lesz. Mondjuk behajózik ide. Tegyük fel, hogy az Arin sikerrel jár, és ezt a támogatást nyújtó hajót gond nélkül elintézi. Mondjuk bedobja Száladorszánt, lenullázza az ellenfelét, de az ellenfel mondjuk erősebbet választ, és megnyíri a csatát. Ez esetben kénytelen lesz kivonulni a területről a barateon. és ezzel kettővel gyengébb lett királyvár védelme. Na most a Baratáonon a sor, hogy mit csinál egyelőre még nem tud több erőt kifejteni, kénytelen azt a megoldást választani, hogy visszafoglalja. De ha visszafoglalja az ostromgép, már nem tud oda menni. Nem tud segíteni. Ez esetben a Barateon nagyon-nagyon durván járt. Amennyiben a Barateonnak sikerült volna megőrizni a területét, tegyük fel, hogy sikerült, az Arinnak kell visszavonulnia oda, ahonnan jött, és ebben az esetben ki tudja használni a hajós, mégpedig azt, hogy nem hajtja végre a parancsot. Inkább nem menetel. Hát ez kimaradt neki. Mivel nem menetelt a Barateon, ezért neki még mindig van egy parancsa. Még mindig arra vár, hogy eldöntse a másik kettő, hogy mit akar. A leniszter következik. Már csak két menetelése van. A leniszternek a lehetőségei között ott szerepel az, hogy egyesíti az erőit, betámad királyvárra, de akkor még egy ostromgépes ellentámadást fog kapni két féllel. Nézzünk egy nagyon bolond forgatókönyvet. Azt mondja mondjuk a Lenisztár, hogy azonnal az egészszel bevonul. 2, 4, 5, meg 1 az 6. A 9 ellen. Természetesen nem fog sikerülni a csatája. Ez esetben el kéne fektetni az embereit, mindegyiket elfektetem és a parancsa ugye elveszett. Ebben az esetben még mindig ott van a lehetőség, hogy esetleg még egy támadást megpróbálhat kezdeni, bár itt már nem fog tudni, nincs értelme támadni, legfeljebb arra fele volna értelme menni, vagy pedig, vissza, vagy pedig szétosztani a seregét és volt visszakapni. Tegyük föl, hogy ő viszont látta, hogy még mindig kilencerősek. 4, 6, 7, 8, 9 a 8 ellen. És tudjuk, hogy akár egy Stenis ötös erejű is lehet. Ráadásul Melizandra is benne van a pakliban, elképzelt, hogy eldobat egy emberkémet. Na most hogyan tovább? De ha beveti Kolemon mestert, a nullást, azzal az ötös erejű lejebb lejjebb vesz négyesre, és mondjuk eltávolíthat egy parancsot. Akkor az azt jelenti, hogy hármat hozott rajta. De Stenis még így is ötből, hát ötből három, az még mindig kettővel erősebb, hiába volt az egész. Akkor is a barataon meg tudja tartani királyvárat. De hát tegyük föl, a Leniszter inkább úgy gondolkodik, és bocs, hogy a Leniszter oldaláról nézem a dolgot, de mivel ő az első beszélő, neki kell a legnormálisabban megtervezni a hadműveletét, a legfontosabb döntést meg kell hoznia. Dönthette -e ő úgy, hogy szétszórja a seregét, mondjuk úgy, hogy egyet felvisz éjszakra, ezt lehozza délre, és akkor 2, 4, 6, 7, meg 1, ez 8. És most ott tartunk, hogy a Lannister már meghozta a döntését. Királyvárra fog támadni. Ebben az esetben az Arinnak döntenie kell, hogy hogyan tovább. Ha tegyük föl, a királyvár ellen megtámadna, tegyük föl, beindul királyvára, és valami csoda folytán mégis megnyerni a csatát, akkor a Barateon katonáknak mindenki kéne vonulnia innen. Ha kivonulnának, az egyszerűség kedvéért egyszerűen csak levettem őket. Abban az esetben valószínű, hogy a Leniszter biztos, hogy ellentámadásba lendülne. Tegyük föl, hogy ez, ez bocsánat, nem jó ötlet, mert a Leniszter előtt még a Barateon is megy. Aztán, Barateon itt van, plusz egyel megy, meg négy az öt, meg kettő az hét, meg kettő az kilenc. Ekkor a barateon simán vissza tudja a kilences erejével foglalni a várat, miatt az arinnak sajnos három az ereje. Hát ez nem valami a célos, nem igaz? Szinte biztos, hogy nem tudja megtartani a várat, és ráadásul az ostromgépet biztosan elveszíti az arin. Ha ez az őrült mozzanat lenne, akkor elképzelhető, hogy visszakapná a várat. És ebben az esetben még mindig van egy csata, amit a Leniszternek kell megvívnia, mert ő adta ki, az ő neki van még egy harmadik menetelés parancsa is. Ebben az esetben elképzelhető, hogy mivel ez kettő, három, négy, négy erős ez a hely, dönthet úgy, hogy, hogy egy gyalogost ott hagy, vagy akár csak ezt hagyja ott, egy lovagot átvisz éjszakra, és így támad be. Hát a szerencséje van, akkor könnyen meg lehet, hogy már, könnyen meg lehet, hogy már elhasználta a, a valamelyik erős emberét a Baratheon, akár egy Melizandrét, meg egyszer, vagyis egy szer, vagy egy, vagy és akkor neki, ha a Lannister eddig pihent erőkkel rendelkezett, akkor valószínűleg ki tudja vívni a csatát. Amennyiben ez teljesül, a barateonos csomgépnek annyi, és a Leniszter megszerezte királyvárat. De ehhez az kellett, hogy az Arén egy olyan meggondolatlan döntést hozzon, aminek végül az lett a következménye, hogy mindenki kipusztult, a Leniszter megnyerte. Megpróbálom újra lejátszani. Újraindítottam, és most a Leniszternek máshova raktam a parancsjelzőjét. Tegyük fel, hogy a Lenniszter megértette, hogy egyáltalán nem könnyű eldönteni, hogy melyik ellenfél ellen menjen, viszont egyértelműen itt ő rakta le a legtöbb menetelés parancsot. Az azt jelenti, hogy előnye van, mert aki utoljára fog menni, az ő lesz. Ebben az esetben dönthette úgy a Leniszter, hogy először összevonja a csapatait. És esetleg elvégez egy támadást is, vagy egyszerűen úgy hagyja. Tegyük fel, hogy ez történt. A Leniszter egy négy erős katonából álló nagy sereggel, ami még hátulról nézve támogatást is jelent, meg fogja próbálni valamelyik várat megszerezni. Kettő, négy, hat, hét, nyolc erős. Tegyük föl, hogy azt mondja a második helyen haladó Arrin, hogy ő bizony megpróbálja megelőzni a lenisztert, és betámadja ezt a sereget, mert akkor már csak innen fog kapni. És ebben az esetben egy, meg egy, az kettő, meg egy, az három erőset fog kapni. Három erős lesz az ellenfele, ha megpróbálja ezt visszaszerezni. Csak az a baj, hogy ostromgépe is van, és az ostromgép a támadás esetében tényleg négyet ér, de ha az ostrom nem várt területén zajlik, akkor nulla akkor már hoppá már csak négy erősek vagyunk. Négy erősek a hét ellen, hát hét, 8, 9 ellen az nem biztos, hogy jó program, jó program, de ha úgy gondolja esetleg, hogy mondjuk fogja, és, 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 és megpróbálja átrakni a katonáit, átmenetelteti ide őket, és csak ez az egy darabos csomgéppel indul meg a vár ellen, akkor ugye ez négy meg egy, az öt, öt meg négy, az kilenc, az egy, kettő, három ellen. Ez szinte biztos, hogy győztes csatát fog jelenteni, és ebben az esetben a Leniszter kénytelen visszavonulni, ami esetünkben zúgóba fog vonulni. Ha ez megtörtént, akkor a baratáon következik. A Maroteon jelenleg nem tud egyebet tenni, talán megpróbálhat itt ebben az esetben megint azt mondja, hogy nem hajtja végre a parancsot. De dönthetne akár úgy is, hogy az ostromgépét átszállítja a hajói segítségével ide, mert itt már nem lesz dolga az arénnak. Amennyiben ez megtörténik, az Arin már nem tudja visszafoglalni hasatrévet semmiképpen, mert nincs szárazföldi katonája, amelyik menetelni tudna. Ugyanakkor a Baratáon rész, vagy a Leniszter esetében könnyen elképzelhető, hogy a Leniszter sereget ez arra fogja késztetni, hogy inkább a könnyen megszerezhető hasatrévet próbálja megcsípni. Bár elképzelhető, hogy az Arin, mivel szomszédos a két terület, meg fogja támogatni a Barateont, hogy ezt a nagyon erős Lenisztert segítsen megtörni. A leniszternek a másik lehetősége csupán az, hogy fogja, és esetleg az Arrinnak a seregét próbálja megerintézni. És majd a következő fordulóban, amikor visszanyerik a katonai az erejüket, talán az Arrinnal is el fognak boldogulni. Viszont az Arrin közelebb került az ő területeihez, ráadásul egy nagy seregről beszélünk. A kérdés az, hogy mi éri meg jobban a Leniszternek? Támadni a fővárost, ami egyébként elég erősen van védve, vagy a betalakodókat próbálja meg visszaverni. Ráadásul négyes hadereje van, ha kap egy toborzást, nem fogja tudni rendesen kihasználni annak a harci erejét. Csak hát most még ott tartunk, hogy a, a Leniszter jön. A Leniszternek a a parancsa ugye oda veszett, tehát most már csak a plusz egyes tudja végrehajtani. Mivel 2-3-4 erős lesz az Arin ezen a területen, mert az ostromgép itt már nullát ér, ezért a Leniszternek úgy kell, erő, úgy kell erőket küldeni, hogy ezt a négyet azért meg tudja csinálni. Csak hát azt a kis apróságot elfelejtettük, hogy az Arrinnak van egy olyan emberkéje, egészen pontosan John Royce, aki képes megakadályozni, hogy az ellenfél behatoljon el, megszerzett területére, vissza kell vonulnia oda, honnan jött. Kivéve, ha eldob négy hatalomjelzőt. Hát négy hatalomjelzővel csődbe is lehet menni. Talán, ha utána licitálás következik, tehát ez azt jelenti, hogy annak olyan következményei lesznek, amit nem biztos, hogy a leniszter vállal. De hát honnan tudjuk mi ezt? Hát onnan, hogy ismerjük a házkártyák képességeit. Ha nem ismernénk, akkor természetesen ezt nem tudnánk. Lehetséges, hogy úgy, úgy gondolja a Leniszter, hogy betámadja ezt a nagyon könnyen támadható területet, csak hát onnan is fog még kettőt, meg négyet, hatot még így is fog kapni, és ráadásul még innen is támogatják, tehát nyolc erős lesz. Ez azt jelenti, hogy nyolc a nyolc ellen kéne védekeznie, és ha tetszik, ha teszem, azt meg is nyeri ezt a csatát. A következő fordulóban négy katona és mindenféle ellenség veszi körül. Hát ez nem lesz egyszerű neki. És edelsúl teljesen kiürítette a centrumot. Ha kevesebb embert küld be, akkor még nehezebb dolga az, mert ezt a területet se fogja tudni megvédeni. Következésképpen a Lannister lehetséges, hogy most nagyon nagy erőket hozott létre, de egyáltalán nem biztos, hogy az a szerencsésebb, ha megtámadja az ellenfelét. Elképzelhető, hogy megnyeri a csatát, ha bevonul királyvárba, már a Boroteon nem tud ellene tenni semmit. Ha viszont ez sikerül neki, abban az esetben ő egy nagy várat nyert. Ugye ez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erős. Ő pedig 8 al rendelkezik. Tehát 8 a 9 ellen. 8 a 9 ellen. Nem biztos, hogy jó kör lesz. Vagy azt mondja, hogy hagyja az egészet a csodában? A Leniszter a mi esetünkben mindenképpen vesztese volt ennek a, ennek a körnek, mégpedig azért, mert hagyta, hogy ez a terület bizony, ez ez a kezéből. A Leniszter itt hiába volt kezdetben, nagyon jó helyzetben, mint láttuk, elvesztette a, a, a hatalmi erejét. És itt most már valamit csinálnia kell tehát se a Barataon gép ellen nem könnyű menni, se a főváros ellen, és még ezt a saját várát visszaszerezni se lesz könnyű. Lehet, hogy sok hatalom jelzőjébe fog az kerülni. Már dönthetne akár úgy is, hogy csak egy gyalogost küld erre a várra, és a többieket mondjuk egyet itt hagy, és két lovaggal pedig megsegíti. Ebben az esetben 2, 4, 5, 6, meg egy az 7, meg egy az 8. Ebben az esetben 8 erős lenne, az ellenfel ereje pedig 4. 4. Ebben az esetben a Lannister átszervezte a seregét, és talán ebben az esetben szinte biztos, hogy az ostromgépet el tudja takarítani. Amennyiben ez sikerült, lényegében úgy fejeződik be ez a kör, hogy, mint láttuk, a Barataon végül nagy nehezen meg tudta tartani a fővárosát, Ó, természetesen még itt is vannak menetelések. Ha ő becsikicsukizik ide, akkor a következő pillanatban valószínűleg ő fog támadást indítani. Tehát ezek, ezek elképzelhető, hogy meg fognak történni. És ennek fényében megtudhattuk, hogy lényegében az Arin ezt az egy darab nagy haderejét szétszórta több helyre, és egy ostromgépébe került neki ez a hadművelet, a Lannister ezt a nagyon erős három oldalról indítható offenzíváját ezt lényegében egy jóval, jóval finomabb felállásra cseréltem. a Barateon pedig megtartotta a királyvárat. Itt valószínűleg egyértelműen a Barateont mondhatjuk a, a csatagyőztesének. Ha jön egy toborzás, és ezekből lovagok lesznek, akkor bizony ki fog rajzani királyvárból, és valószínűleg a könnyebben elérhető célpontok ellen fog menni. Márpedig a, a fekete víz és, fek és vidék területe kedvezőbbnek tűnik, mint észak vonulni. Bár akár azt is megtehet, hogy az arn ellen támad. Elvileg nem kivitelezhetetlen. Szóval ezek voltak a csatával kapcsolatos tudnivalók mivel ránéztem az órára, és most már egy óra van, attól tartok, hogy több elemzés ma nem fér ebbe bele. Mint láttátok, ugyanezt a csatát három oldalról nézve, attól függ, hogy éppen ki hogyan jön a különböző sorokon, hányadik helyen van a befolyási területeken, ott bizony igencsak, igencsak nehéz dolga lesz. Persze most mondhatnánk a Lenniszter esetében, hogyha az egészet visszapörgetnénk, és herenholba, mondjuk a védekezés parancsot tesz le. Mert a hírvívő holló miatt megcsöréli a parancsát. Tegyük föl, hogy nem nézte meg a vadakat, és ezért megcserélhet egy parancsát. Ebben az esetben erősebb lesz, és ha úgy gondolja a Leniszter, hogy már az elején visszahozza ezt, akkor könnyen meg lehet, könnyen meg lehet, hogy ebben az esetben, még ha a támogatást is élvez a sereg, a támadó, még úgyse biztos, hogy megnyeri a csatát. Ha megtöri az ostromgépet, akkor lényegében meg is őrzi a területet, az embere nem kellett, hogy arrébb vándoroljon. És ebben az esetben mondhatjuk, hogy a, a, a Leniszter kifejezetten nagyot alkotott. Mert ha tegyük föl, még itt vagyunk, és erre a területre védekezést rak, ide pedig menetelést, és esetleg vagy egy támogatást rak le a egy támogatást, és úgy próbál, megtámad, úgy próbál betámadni hasatrévhez, és esetleg megnyeri a csatát, hát az aztán izgalmas. Az aztán izgalmas, mondhatjuk, hogy az. Szóval ez volt a mai harca videónk. Természetesen ahány ház annyi szokás, ahány ház annyi mesterstratégia a különböző problémák elhárítására. Ha barateon vagy, akkor nagyon jól tudod szivatni az ellenfélnek a házkártyáinak az eldobatásával. Ha leniszter vagy, és nagy erőd van, akkor bizony egy szergregor, mondjuk egy, egy ide okosan elhelyezett szergregor, akár tényleg gyümölcspépét tudja aprítani az ellenfelét, de könnyen meg lehet, hogy mondjuk azzal, hogy Tywin Lannister megy, és mondjuk négy hatalom jelző, három hatalmi gyűjt, azzal a következő licitálásnál lehetséges, hogy nagy előnyére tesz szert. De természetesen elképzelhető, hogy a Lannister veszít. Hiszen pont a Lannisternek vannak olyan kártyai, amik inkább egy, egy nagyobb csata, amikor már csak a nyers erő számít, ott jönnek ki jobban a, az ütőerői, kevésbé segít rajta az, hogyha ha csak a hadvezérek különleges képességeivel kell valamit kezdenie. Az Arin egyaránt nagyon jó az ellenfél megsemmisítésében, a védekezésben is, és abban is egész ügyes, amikor az ellenfelét kell manipulálnia. Gondolok itt arra, hogy például a nullás házkártyája képes blokkolni az ellenfélnek a házkártyájának az erejét, mégpedig úgy, hogy egy, egy támogatás parancsot leszett tőle, sőt, még egy-egy gyengíti is a hadvezér erejét. Nagyon-nagyon nagy képesség, az egyik legjobb nullás képessége a játékban. Szóval attól függ, hogy melyik házzal játszunk, eltérő stratégiát kell alkalmazni. Nyilván, ha az első csatában bedobtuk Szenis Barateont, a következő ütközetben szinte biztos, hogy Szerdávosz fogja valamikor követni, mert akkor a kettes harcerejéből hármas lesz, és az illető, aki a Baratheon házzal van, valószínűleg számít arra, arra a karra, amit Szerdávosz még megkaphat mert rajta kívül már csak Brian az, aki képes esetleg az ellenfélben kárt tenni. Szóval ez volt a mai Trónokharca videó három sereg csatájával. Tegyük föl, hogyha itt még a Tyrell is becsatlakozik, lehetséges, hogy mondjuk a Leniszter ellen vonul, akkor egész másképpen lesznek a parancsok lerakva. Könnyen meg lehet, hogyha van egy Greyjoyunk is, aki pedig hátba támadja a lenistert, vagy az Arint akarja elkapni, az nyilván megint egy más-más helyzetet eredményez, és ha éjszakon a Stark is megmozdul, akkor már. Ezt a nagyon erős offenzívát valószínűleg az Arden is meg fogja gondolni. Amennyiben van még egy Targaryenünk is, aki szintén arra vágyik, hogy majd előbb-utóbb itten valamit ezen a nyugati területen, vagyis számára nyugati területen Westeroson valamit kezdjen, akkor ő csak kivárja, hogy mi történik itt az adókapok végén, és a végén, ha szerencséje van, kipient erőkkel tud lecsapni. Szóval nem mindegy, hogy ki kezdi, nem mindegy, hogy kifejezi be, és nem mindegy, hogy mikor, melyik házkártyáját játszuk ki a házainknak. És azt sem érdemes elfelejteni, hogy ha valamelyik számunkra nagyon fontos, ellenséges házkártyát már kijátszották, akkor egy darabig nyugtunk van tőle. Úgyhogy reménykedjünk, hogy a rettegett ellenfeleket nem ellenünk vetik majd be. Szóval a trónok harcának ezek, ezek a kis részek adják a, a, az igazi gondolkodtató részét a, a játék mechanikájának, az viszont mindenképpen bizonyos, hogy fantasztikus küzdelmeknek lehetünk szemtanulni.